Sziasztok rákok, köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik már láttátok az előző videóimat, hogy néztétek, lájkoltátok. Különösképpen, ha feliratkoztatok, nagyon hálás vagyok érte, és annak pedig még jobban örülök, hogy újra itt vagy. Ha pedig új vagy a csatornámon, akkor üdvözöllek. Örülök, hogy megtaláltál, és remélem, hogy ez a kirakás mindannyiótoknak a segítségére lesz. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy februárban milyen energiákat várhatsz a pénz és a karrier területén. Mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj azokra az üzletekre, amik jelentősek a számodra, és engedd el a többit, de kezdjünk hozzá. Először is az angyal kártyákat nézzük meg. Két lap ugrott ki neked, az egyik az az öröm és elégedettség, a másik pedig a jelek és emlékeztetők. Tehát beszéljünk először is az öröm és az elégedettségről. Ez az energia igazán arról szól, hogy légy a pillanatban, és próbálj olyan dolgokat keresni az életedben, amik boldoggá tesznek, amik igazán olyan boldoggá tesz, hogy énekelsz vagy táncolsz. Ez lehet egy a hobbid, lehet egy olyan tevékenység, ami elfeledteti veled a mindennapi gondokat. Tehát ez arra próbál igazán felhívni a figyelmedet, hogy légy ebben a pillanatban, és fókuszálj erre a pillanatra, ne feltétlenül fókuszálj a múltbeli problémákra, vagy pedig mi lesz a jövőben, hanem igenis egyik napot a másik nap után éld meg, és ez a pozitív hozzáállás, ez még több pozitív dolgot fog behozni az életedbe. Aztán a jelek és emlékeztetők pedig arról szól, hogy néhányatok lehet, hogy nagyon sok jelet, szimbólumot láttok ebben az időben. Lehet, hogy van egy bizonyos számkombináció, ami előjön. Lehet, hogy sok pillangó tűnik fel, nem feltétlenül élő, hanem bármilyen formában. Lehet, hogy tollakat látsz magad körül, vagy pedig érméket, vagy egy madár jön el hozzád minden nap. Ezek mind üzenetek a szeretteitől, üzenetek az angyaloktól, hogy veled vannak, segítenek, és próbálnak téged irányítani, hogy jó irányba mégy. Tehát figyelj ezekre a jelekre, mert ezek nem a véletlennek a szülöttei. De nézzük meg, hogy mit mond a taró. Az első kártyára, a kirakásod középpontjában a csillag áll, amit érdekes, hogy ezen is van egy madár, tehát lehet, hogy néhányatoknak ez a madárjel fontos. De beszéljünk a csillagról. A csillag ez a gyógyulás, a reménynek a kártyája. Amikor általában valamilyen nehéz dolgon átmentél az életedbe, és végre visszatér a remény, visszatérnek a jó dolgok, és valami teljesül az életedbe, tehát valami nagy beteljesülésről van szó, valamilyen álmod válik valóra, vagy pedig annál jobb, mert ez a kártya azt jelzi, hogy az univerzum valami jó dolgot hoz be az életedbe. Tehát ez egy nagyon pozitív lap. Aztán az első kártyát pedig a botok királya. A botok királya, ez egy nagyon karizmatikus vezetőt jelent, vezető személyiséget, aki úgymond nagyon szereti az új dolgokat, nagyon szereti a kalandokat, nagyon szeret innoválni. És igazán ő egy született vezető, valaki, aki képes az embereket maga mögé állítani. Ez lehet a te energiád, lehet egy ember vagy a főnöködnek az energiája. Igazán itt ez nagyon kötődik a csillag energiájához, mert ez egy nagyon vállalkozókedvű ember is. Tehát ha az az álmod, hogy a saját főnököd légy, a saját üzletedet vezesd, akkor jelenti azt, hogy ez az álmod valóra válik. Ha pedig az az álmod, hogy vezess az embereket, valamint valamilyen vezető szerepbe légy, abban az esetben is jelzi, hogy ez az álom megvalósul, mert itt igazán látni, hogy ez a csillaghoz kötődik, ami az álmaink létrejöttét szól. Aztán a következő lapunk pedig a világ kártyája, a világ, ami arról szól, hogy egy szakasza az életednek lezárul, sikeresen lezárul, sikeresen vetted az akadályokat, nagyon sok mindent tanultál, és nagyon büszke vagy magadra arra, amit elértél. Néhányan befejezitek a tanulmányaitokat, néhányan befejeztek egy projektet, egy állást,
egy üzletet, amire nagyon büszke vagy, ami nagyon sok mindent értél el ezzel. De jelzi azt is, hogy ez a szakasz lezárul. Tehát itt ez attól függ, hogy mi az, amit szeretnél elérni, mert ez a céljaink elérését jelenti. Tehát itt érdekes mind a kettő, ez az álmunknak a megvalósulása, ez pedig a céljainknak a megvalósulása. Tehát ez mind a kettő valamilyen beteljesedésről szól. A kettő együtt jelzi azt, hogy néhányan lehet, hogy egy spirituális úton vagytok, spirituális felfedezésen. Ez a két kombináció jelzi azt, hogy jó úton vagy, tehát folytasd az utadat. Néhány adoknak a világkártyája lehet az is, hogy ebben az időszakban valamilyen üzleti útra kell menned. Aztán a következő lap pedig a bolond, ami igazán érdekes, mert ez a két kártya egymást követi. Tehát amikor lezárult egy szakasz az életedbe, akkor egy új szakasz jön, amit a bolond jelez, tehát látod, hogy a nulla ezen is rajta van, valamint a világkártyáján is. Tehát ez egy új szakasz, ez lehet egy új projekt, egy új állás, egy új pozíció, előreléptetés, vagy a saját üzleted, amikor megteszel valamilyen lépést egy új irányba. Néhányoknak ez az új irány, ez ismeretlen, de bízol abban, hogy ezen az ismeretlen úton a jelek, valamint az irányítás, amit föntről kapsz, az segít neked abban, hogy sikeres légy. Nézzük a következő lapunkat. Következő lapunk az a botok 9-es. A botok 9-es arról szól, hogy valamiben nagyon sok energiát fektettél, és igazán nem tudod, hogy ez bejön, vagy eljön az életedbe, és igazán azon gondolkozol, hogy oké, érdemes-e ezt folytatni, mert képes vagy már arra, hogy felad. De ez a kitartásnak a kártyája, amikor a kemény munkád meghozza a gyümölcsét, tehát amikor ez kijön, ez a lap, akkor ez mindig egy figyelmeztetés arra, hogy folytasd, amit elkezdtél, folytasd, jó úton vagy, csak még egy kicsit több energiát kell belefektetni abba, hogy megvalósuljon az, amin dolgozol. És ez nagyon kötődik az álmodhoz. Tehát néhányatoknál itt látszik, hogy keményen dolgozol azon, hogy megvalósítsd a célod, megvalósítsd az álmodat, de lehet, hogy ez úgy érzed, hogy nem jön, mert és már elég. Tehát folytasd, ne add fel, mert ez az álom megvalósulás nagyon közel van. Aztán a következő lapunk pedig a kardok királynője. Tehát a kardok királynője egyrészt jelölhet téged, jelölhet egy szemét, akivel dolgod van. Ez egy nagyon logikus, nagyon okos személy, akit nehéz félrevezetni, mert átlát a dolgokon, tehát őt az igazság érdekli. Ő nagyon sok mindenen átment, nagyon sok keserűségen, fájdalman, de ez mindig megerősítették. Tehát téged is ez a nehéz időszak, amin átmentél, én úgy látom, hogy megerősített. Aztán lehet, hogy valakitől valamilyen tanácsot kapsz, vagy valamilyen kommunikáció az, ami bejön. Általában a kardok királynője elég kemény szamú, keménynek tűnik, de azért van itt, hogy segítsen, tehát próbálj az üzenetre figyelni, ne pedig a szavakra. Aztán nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenete, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, és minél több emberhez eljusson az üzenet, akiknek szükségük van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül, remélem, hogy meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, de mindig szívesen olvasom azt is, hogy hogyan rezonál ez a kirakás az életetekkel kapcsolatosan, ha megosztjátok a kommentbe. Tehát a következő lapunk az a kardok 10-es, ami jelzi azt, hogy bizony lezárul egy szakasz az életedbe. Ez nem egy kemény, ez nem egy könnyű, de egy elég kemény szakaszt jelez, amikor úgymond hátbaszúrások és kemény dolgok történtek. Ez általában jelzi azt, hogy ugye elég lent érzed magad, eléggé a béka fenekelt érzed magad, de innen már csak fölfelé vezet az út. És ez a lap jelzi azt is, hogy van valami új kezdet, ami bejön az életedbe. Tehát ez az egész kirakás igazán valaminek a végét, valaminek az újnak az eljöttét jelzi. Néhány adoknál ez jelenthet valamilyen, jelenteti azt, hogy elveszítettétek az állást, valamilyen projektet, ami nem jól ment, vagy valamilyen üzlet nem úgy ment, ahogy szeretted volna, ami valamilyen fájdalmat, csalódást okozott.
Aztán a következő lapunk pedig az az érmék hatos, ami az érmék hatos az itt igazán arról szól, hogy az univerzum vagy valaki, aki hatalmi pozícióban van, az segít neked, hogy az egyensúly visszakerüljön az életedbe. Ez jelenthet pénzügyi segítség, ez jelenthet egy fizetésemelés, jelenthet valamilyen bónuszt. Nagyon jó lap, hogyha szeretnél befektetőket találni a vállalkozásodhoz, vagy pedig valamilyen hitelt szeretnél megszerezni a saját vállalkozásodba, vagy pedig néhányatoknál lehet az is, hogy lakást, ingatlan szeretnétek vásárolni, és ehhez kaptok valamilyen pénzügyi segítséget, hitelt. Tehát itt valami nagy segítség jön be, mind a csillag, mind az érmék hatos erről szól, tehát itt valamilyen pénzügyileg jó irányba mennek a dolgok. Aztán az utolsó lapunk pedig az a kelyhek 8-as, ami jelzi azt, hogy van valami, aminek hátat fordítok, és igazán elindultok abba az irányba, amit szerettek csinálni, ami a szenvedélyetek, és követitek a megérzéseiteket. Tehát itt ugye mindez a két kártya beszélt arról, hogy kövesd a megérzéseit, csináld azt, amit szeretnél, és találd meg azt, ami boldoggá tesz, ami sok élvezetet okoz neked. És ezen az úton igazán figyelj a jelekre, mert a kelyhek 8-as, az a kelyhek 9-es, a tökéletes boldogság, a kívánság teljesülésének az irányába megy. És ha megnézzük a pakli alján, a kelyhek 9-es van, ami jelzi, hogy ez a kívánságot teljesül, megtalálod az igazi boldogságot. Ami érdekes, hogy mind a csillag, mind a kelyhek 9-es valamilyen kívánságnak a teljesülését jelzi, tehát itt ez néhányatoknak valami pozitív dolog jön be, amiről már nagyon régóta álmodoztok. Hát remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.